Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ezen a baráti találkozón. Kedves vendégeink, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, aki annyi időt szakított a sok munkája. A sok munkája közben, hogy el tudott jönni erre a rendezvényre, megtisztel bennünket, és még a nagyon nagy köszönet, ami jár neki, hogy egész évben támogatja a Búzavirágot. Ezért tudunk mi elmenni hozzátok, amikor hívtok, majdnem mindig ott vagyunk. És nagyon, nagyon nagy tisztelettel fogadtuk, szeretjük, imádjuk. Kedves vendégeink, ilyenkor, mikor így ennyien együtt vagyunk, én nagyon boldog vagyok mindig, tudjátok, vagy gondoljátok. Meg azt hiszem, látjátok is rajta, amikor ott vagyok is nálam. Ez azt jelenti, hogy szeretünk találkozni, szeretünk egymást, szeretünk egy kis időt együtt tölteni, és a tiszteletet megadni egymásnak, és jól érezni magunkat így együtt. Kérem Herceg Zsolt polgármester urat a rendezvény megnyitására, és majd aztán folytatom. Köszönöm szépen, kedves Piroska néni, tisztelt házigazda dalkör, tisztelt vendégek, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Hát én is szeretem a nyugdíjasokat, többek között, és természetesen minden embertársamat, de annak különösen örülök, hogy Mezőtúron nagyon sok olyan értékes civil közösség van, aki összetart a házon belül, tehát a közösségen belül is, és a civil szervezetek is egymással nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Az egyik ilyen értékes közösségünk a dalkör, a Búzavirág dalkör, akik számos alkalommal szereznek örömet a helyi mezőtúri polgároknak azzal, hogy fellépnek. És hát arra is büszke vagyok, hogy nem csak Mezőtúron, hanem számos településen is öregvítik Mezőtúrváros hírnevét, viszik jó hírünket. Úgyhogy ezt nagyon nagy tisztelettel szeretném megköszönni. Tisztelt jelenlévők, én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra. Kívánom azt, hogy érezzék jól magukat. Azt örömmel hallottam, hogy nagyon sok olyan baráti közösség jött ma ide el hozzánk Mezőtúrra, akik nagyon jó kapcsolatot ápolnak a vendéglátókkal. Én mindannyiuknak azt kívánom, hogy legyen módjuk rá, hogy jó egészségben ezt a baráti kapcsolatot még nagyon hosszú éveken keresztül tudják ápolni. Látogassanak el egymáshoz minél többször, és hát nem utolsó sorban ugye a magyar kultúrát és a hagyományainkat őrizzék, adják tovább, mindig erről beszélgetünk a klubokkal, hogy bizony ezeket az óriási értékeinket át kell adni a felnövekvő generációk részére, hiszen mindenképpen meg kell, hogy ismerjék ezeket, hiszen akinek nincs múltja, annak jövője sem lehet. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon értékesnek tartjuk a dalkör munkáját. Úgyhogy tisztelettel megköszönöm mindannyiuknak az eddigi értékes tevékenységüket, és Piroska néni, hoztam egy kis ajándékot, amit fogadjon nagyon nagy szeretettel, úgy, ahogy én ezt hoztam, és még egyszer mindenkinek kellemes napot kívánok itt Mezőtúron. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam. Köszönöm szépen, hogy szeretettel köszöntöm a vidékről érkező klubokat, tagjait, vezetőjüket. A legelső sorban Tiszaföldvár őszidő nyugdíjas klubból Tomonyicka Istvánné Terikét, a vezetőjüket. Hát Csaba Csűr, a második a Salamon Sándorné klubja, de még valahol az úton vannak. A Major József az énekkart, Major József vezetőjüket, és ők szolgáltatják már a zenét nekünk. Az új százszor érkező százszor szép énekkart, nagy népdalkört, vezetőjüket, Csiki Pálné Margót. Azért voltam ilyen bizonytalan,
először, és még olyan egy kicsit, még nem annyira ismertük meg egymást, mint a többi klubot. Köszöntöm az Öcsödön érkező hagyományőrző népdalkört, vezetőjüket, Bata Gábornét. Köszöntöm Kunszentbátonból érkező kedves vendégeket. Továbbá szolnoki szépkorúak. Tudja, vezetőjük Továs Ferencné Gyöngyi. A mezőtúri hallássérültek klubját vezetőjüket, Rojgóné Rósikát. Köszöntöm a szépkorúak hagyományőrző klubjából érkező kedves vendégeket Mezőtúrról. Köszöntöm a Városi Nyugdíjas Klubból érkező kedves vendégeket, vezetőjüket, Balatáné Marikát. Köszöntöm a Cikak Imre Nyugdíjas Klubot, vezetőjüket, Erkó Béláné. Szeretettel köszöntöm a Szolnokról érkező Temegény Nyugdíjas Klub tagjait, vezetőjüket, Reszeli Lászlót. Köszöntöm a Nyoma Endrődi Barátságklub tagjait, vezetőjüket, Borikát, de az sajnos nincs itt. Felfoglaltságom miatt nem tudott eljönni. Nagy szeretettel köszöntöm Gondorosról a Rózsapáva kört, végül, de nem utolsó sorban a Mezőtúrról érkező minden kedves vendéget, aki klubtag, aki csak a városból úgy eljött bennünket meghallgatni, meg jól érezni magunkat így együtt, mindenkit szeretettel köszöntök, a zenészeiket, Bajor Józsit és a Horváth Andrást. Kívánom, hogy csinálják meg a jó kedvet, és mullassatok jól, és érezzétek jól magatokat. Most szólítottam el mindenkit, szóljon, akit kifelejtettem. Mindenki volt. Akkor átadnám a szót Vödösné Verának, és akkor azt hiszem először a Búzavirág egy nagyon rövid kis műsort adunk, és következtek ti a fellépésekkel. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket, a mai baráti találkozónkon, a Búzavirág dalkör nevében. Köszönjük, hogy ilyen sokan elfogadtátok meghívásunkat. A mai napot töltsük el együtt, gondtalanul, jókedvűen, vidáman. Kulturális műsorunk ma elsősorban a vidékről érkezett népdalkörök, vendégek fellépéséről szól. Hallani fogunk szép népdalokat, melyek még ma sem veszítették el igazi értéküket. Próbáljuk népszerűsíteni közösen ezeket a szép hagyományokat, mert a hagyományokat nem csak ápolni kell, mert nem beteg. Nem csak őrizni kell, mert nem rab. A hagyományokat megélni kell. Kedves vendégeim, még egyszer kívánok kellemes kikapcsolódást, gondtalan időtöltést minden kedves vendégünknek, a fellépőinknek pedig sikeres szereplést. Műsorunkat megkezdjük, elsőként a Mezőtúri Búzavirág népdalkör fog nektek egy népdalcsokrot énekelni. Fogadjátok szeretettel! Reszeljük le a lábáról a légy jót.
estek, és ő ragyognak a csillagok. Bénes legény, este jár a lányokhoz, olyan szépen mondja egy barna lánynak, adj egy csókot, mert meghalok utána. Este, és ő ragyognak a csillagok. Egy pár csillag a babámhoz beragyog, irigyelik tőle azt a csillagot, amelyik a szerelmünkre leragyog. Irigyelik tőle azt a csillagot, amelyik a szerelmünkre leragyog. Nem akarsz a kis falumba asszony lenni, nem akarsz a két karomba megpihenni, elraboltad a szívemnek a nyugalmát, megsiratod a két szemem ragyogását. Gyógyítgatom a szívemet, hogy ne fájjon, nem én vagyok a legárvább a világ. Kapok én még valakitől páros csókot, nem igaz, hogy te adtad a legutolsót. Kapok én még valakitől páros csókot, nem igaz, hogy te adtad a legutolsót. Édesanyám, mit tegyek, mindig rólam beszélnek. Fülem mellett, ha lehet, elereztem a szél. A babám nem szeret az igazán, sűrű sötét fellegek borítják rám az eget. Katonának elviszi tőlem a szeretőmet, repülj madár, ha lehet, vidd el a babámnak a búcsú levelet. Mondd meg néki, ha lehet, felejtsen el engem. Ha lehet, felejtsen el engemet. Csak még egyszer igazán, csak ugyan 20 esztendős lehetnék. A lányok közt igazán, csak ugyan jobban széjjel nézhetnék. Választanék, választanék olyan igaz szeretőt, ki megvárná igazán csak ugyan azt a három esztendőt. Ha megjövök igazán csak ugyan megnősülni nem merek. Kicsi a lány igazán csak ugyan férhez adni nem lehet. Meg kell kérni, de szépen kérni a kislány édesanyját, adja négyen igazán csak ugyan feleségül a lányát. Meg kell kérni, de szépen kérni a kislány édesanyját, adja négyen igazán csak ugyan feleségül a lányát. Szomszédunkban van egy asszony, annak a legkömbör hajú leányak. Bőtör haját fújja a szél, engem meg a fene megesz utána. Én is voltam néki babája, 6 hónapig jártam utána. Verje meg a jeges eső, mossa le a kömbör haját simára. Szomszédunkban van egy malom, bánatot őrölnek azon csuhajja. Nekem is van egy bánatom, elviszem és lejáratom csuhajja. Ősszel a te a rózsa lehullott, engem a szeretőm elhagyott. Ha elhagyott, majd lesz másik, nem búsulok én utána sokáig. Ősszel a te a rózsa lehullott,
Pedig a következő fellépőink Öcsödről érkeztek. Az Öcsödi hagyományőrző népdalkör 45 éve Öcsöd nagyközség és az ország népdalkincsét. Tagjainak célja az igényes és kultúrált népdaléneklés megtanulása, a népdalok megismertetése és a népdaléneklés megszerettetése. A népdalcsoklók éneklése mellett falusi hagyományokból is felelevenítenek, bocsánat, néhányan. Például kukorica morzsolás, öcsödi lakodalmas, farsangi szokások, szüreti mulatság. Ebben az összeállításokban a népdalokat verssel, mozgással egészítik ki, és adják elő a térségi rendezvényeken. A daljátékokat és a népdalcsokrokat összeállította és betanította Enyedi Dezsőné. Rendszeresen részt vesznek a Kóta által kiírt országos minősítőken. 2016-ban és 2018-ban elnyerték a Kóta aranyfokozatát. A most elhangzó műsorunkban öcsödi népdalokat fognak előadni. Fogadjátok szeretettel és nagy tapssal! Újszász! Következő fellépünk felkészül, Újszász! Eskeledik a Tizenkilenc meg egy negyed, három
sincsen egyéb egy szál virágnál. Virágomnak az a neve, ne felejts, ne ölelj meg, ha igazán nem szeretsz. Virágomnak az a neve, ne felejts, ne ölelj meg, ha igazán nem szeretsz. Sarkon van a Nádi János kocsmája, de sok begyár beköt az udvarába. Magam is bekötöm, kesely lábú lovamat, még az éjjel kimulatom magamat. Csirkés levele van az eperfának, szép szeretője van az én komámnak. Letépem az eperfa csirkés levelét, elszeretem a komám szeretőjét. Letépem az eperfa csirkés levelét, elszeretem a komám szeretőjét. Fel a magos felhőkre,
gratulálunk ehhez a gyönyörű népdalcsokorhoz, nagyon szép volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen sok fiatal énekelt az énekarban. Nagyon örülünk neki. A következő fellépőnk az újszászi százszorszép népdalkör. Az újszászi százszorszép népdalkör 1974-ben alakult. Csendet kérünk! A város kulturális életében végzett tevékenységeikkel, a népdal éneklés terén elért eredményes szerepléseikkel kiérdemelte Újszászváros kulturális díját. Célja a népdal szeretete, a népi művészet ápolása és a fiatal generációknak való átadás. Rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, a megye és az ország számtalan településén, dalos találkozókon, ünnepségeken. Minden évben megrendezik a dalos találkozót, melyen 150-200 fő lép színpadra. Több ízben felléptek, tessenek figyelni, Lengyelországban, Szerbiában, Palicson, Erdélyben 3 ezüst és 6 arany minősítéssel rendelkeznek. 2017-ben az országos kimitudon elért arany minősítést értek el. Gratulálunk nekünk hozzá. A népdalkör vezetője Csiki Árpád Margit. Nógrád megyei népdalokat fogunk tőlük hallani, fogadjátok szeretettel és csendben. Dalú madár magasan száll, szépen szól. Haragszik a kis angyalom, mert nem szól. Akkor szóljál, kis angyalom, én hozzám. Majd ha haza dalú madár vissza. Kis angyalom, ha te tudnád, amit én.
páros csókot csak is annak adok, kinek szeretője vagyok. Páros csókot csak is annak adok, kinek szeretője vagyok. Új a kendőm, el akarom viselni, de akarom. Esküvőre készül az én galambom. Víg muzsika szó kihallik a mezőre. Fáj a szívem a régi szeretőmre. Víg muzsika szó kihallik a mezőre. A gyönyörű éneklést. Ritkán lehet ilyen erőteljes, tiszta hangú, egyöntetű dalokat hallani együtt. Gratulálunk hozzá, igen. Következő fellépőink Cibakháza. A Cibakházi Népdalkör nevüket Cibak Imre falu alapítóról nevezték el, az énekkar több mint 20 éve alakult. Háromszoros aranyminősítésben részesültek. Szívesen fogadják a vidéki városok, falvak rendezvényein a fellépéseket, őket már ismerjük. Gratulálunk minden fellépésükhöz. Most népdalokat, erdélyi dalokat fognak nekünk énekelni többek között. Boldogi népdalt fognak nekünk előadni. Fogadjátok szeretettel. Fölkészül Rojkóné Rózsika. Silent,
szeretője van az eszébe. Nincsen párja a boldog kislánynak, mikor elmegy szombat este a bálba. 13 ráncos szoknya ring a derekán, barna legény kopogtat az ablakán. Ne kopogtass, barna legény, gyere be! Ölelőre vár a karom idebe, két karommal ölelem a kicsike babám, előttem a rezes banda muzsikám. Kelet felől jön egy dalos pacsírta, ki van annak, mint a két szeme sírva, szárnya alatt hoz egy rózsás levelet, rá van írva, hogy a babám nem szeret. Álva csalán csípte meg a kezemet, barna legény csalta meg a szívemet, barna legény, ne csald meg az árva szívemet, én akarom megcsalni a tiédet. Újja kendőm, sejem kendőmmel akarom viselni, de az anyám nem akarja engedni. Engedd, anyám, nem a te pénzed ára bánja, a szeretőm akkor vettem, mikor jött szabadságra. Újja kendőm, sejem kendőm, jaj, de hosszú a rojtja. Lehajoló, lábam fejét takarja, eladom a 100 forintos sejem kendőmet, ha csak lehet, imádom a katona szeretőmet. Szép boldogon sejhaj, kidobolta a bíró. Rózsafával tüzel a szolgabíró, én is fogok rózsafával tüzelni, fog még engem sejhaj, ki elhagyott szeretni. Ablakomba sejhaj, három cserép puskát lé, mint a három, három színűt virágzik. Virágomnak az a neve, ne felejts, minek jártál hozzám, ha tudtad, hogy nem szeretsz. Rászállott a fecske a vasútra, Isten veled, babám, utoljára, Isten veled, nem fogsz többé látni, tudom, fog az árva szíved fájni. Megfogadtam, nem leszek szerelmes, tudok parancsolni a szívemnek, de már látom, nem bírom megtenni, újra muszáj szerelmesnek lenni. De már látom, nem bírom megtenni, újra muszáj szerelmesnek lenni. Most pedig Rojkóné Rózsikát fogjuk hallani, a mezőtúri hallássérültek klubjának vezetőjét. A mezőtúri vendégeinknek Rózsikát már nem kell bemutatni, inkább a vidéki vendégeinknek szeretném elmondani róla, hogy ő a szavalataival már nagyon-nagyon sok első, második, harmadik helyezést ért el. Minden rendezvényünkön szívesen mond nagyon szép verseket, fogadjátok tőle szeretettel. Felkészül Kondoros. Rózsapávakör. Öreg szívem, írta Róna Katalin. Öreg szívem, vén hegedű húrja, megkopott már, nem cserélhetem újra. Az idő elszállt, csak emlékeimből élek, sírva, kacagva, vissza-vissza nézek.
Mit tettem én? Mennyi jót vagy rosszat? Istenem, még milyen feladatokat oszthat? Öreg szívem, vénhegedű húrja, megkopott már, de talán még elbírja. A legnagyobb kincs, mit életemben kaptam, két szép gyermekem, kiknek életet adtam. Most, hogy már végre nagymama is lettem, kisunokámat nézve csak félbe kérdezem. Mondja, uram, mennyi idő dobsz még? Láthatom-e, hogy nő ez a kis csöpség? Ígérem én, jó bárányod leszek. Amit csak kérsz, én mindent megteszek. Csak még egy kis időt adj én nekem. Nézzem, hogy boldogul mindkét gyermekem. Öreg szívem, mint vénhegedű húrja, megkopott már, de talán még elbírja. Tisztességgel elvégzem a munkám, ott vagyok, ahol éppen szükség van rám. Öreg szívem, mint vénhegedű húr, elpattansz egyszer te is, ha úgy dől majd az Úr. Köszönöm szépen! Következő fellépünk a kondorosi Rózsa Páva kör. A Rózsa Páva kör 45 éve alakult. Országos minősítésen körülbelül egy hete Szolnokon aranypáva díjat hoztak el. Gratulálom nekik hozzá, igen. Ezen kívül az énekkarnak erőssége a két szólamú éneklés és a szlovák nyelvű éneklés. Most Rózsa Sándorról fognak nekünk énekelni, és huszárindulókat fogunk tőlük hallani. Fogadjátok szeretettel! Eső, szép csendesen csöpög, Rózsa Sándor a kocsmába feszülök, kocsmáros négy ott hozzon az asztalra, legszebb lányát állítsa kis Frázsára. Édesanyám, frázsás kislány nem leszek, szekére. Úgy vitték a városbíró elére, városbíró üzenni a kapitány, Rózsa Sándor nem ül többé palipán. Városbíró üzenni a kapitány, Rózsa Sándor nem ül többé palipán. Kikötöm a kis bejlovam a csárga elébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, ulajtom a könnyeim a hacacáré kötényébe.
sírében. Elvesztettem a zsebbe való késem, késem után a palika gyűrűnek, azt sajnálom, nem a régi szeretőmet. Este, este, se este akar lenni, ez a kislány haza. Biztos, hogy Kossuth Lajos oda néz rájuk, és a büszke huszároknak visszaszalutál. Édes rózsám, közéjük állok, és én leszek a legszebb huszár. Köszönjük szépen! Következő fellépőnket nem jeleztem, hogy következik, de akkor most mondanám, hogy a Tiszaföldvári őszidő nyugdíjas klubból Kihák Zoltáni Erzsike fog nekünk egy nagyon szép verset elmondani. Fogadjátok őt szeretettel! Kafka Margit, Petike jár. Két harcsa szájú, picike jószár, butácska, édes gyerektopám, tétoba, együgyű, tündéri nesszel, most tipeg által egy ócska szobán. Ébred a szívem, játékos kedve, elborít hófehér virágeső, mikor látom a kacagásom, hangosan, édesen csapkod elő. Sok régi könyvön, szürke íráson, úgy fut, iramlik száz furcsa sugár, és én ennek is, annak is kiáltani vágyom. Tip-top, megindult, Petike jár. Még fogja erősen az asztallábat, nyitva az ajka, és úgy kipirul,
hűs emberi lázzal, tízes akarással, e rózsarügyecske megállítani. Most elhagyja, indul előre, hogy csekkik, potlik, mi tévedező. Tip-top aprózva, közben megállva, koppan vitézül a törpecipő. Már ideér, nyújtja a karját, csak lassan, okosan, Peti fiam. Megered szaporán, elesni nem ér rá, előre hajlik, s az ölembe van. Tetszik a játék, kezdeti újra. Karszék mellé kerülök én, nagy hosszat lépne, nagy hamar elérne, s fölbillen szegényke az elején. Remeg a szája, sírni szeretne. Szép néz, sajnálja én valaki. Gondolkozik, majd felkér szepegbe, s új erővel fog újra neki. Rózsaszín ujját előre nyújtva, így indul óvatosan, halkan sejpítve biztatja magát. Csak lassan, Peti fiam. Elnézem hosszan, homályos szemmel, borús káprázat száll le rám, tűnnek az évek, megöregettem. Ím néha erős lépés zaja hallik, jön egy daliás ifjú legény. Te vagy, mit adjak? Kávét, kalácsot? Tip-top, öregesen járom körül én, s még sok vidám csínyi, nagy küszködési, sorra beszéli, kacagva, vígan, reszketve, ijedten suttogom én el, csak lassan, okosan, Peti fiam. Köszönöm szépen. Következő fellépünk Páncéli Rokka. Tanulgatok úgy, mint régen, mintha boldog lennék, pedig az én boldogságom már csak egy fájó emlék. Szerettem egy szőke asszonyt, azt se tudom éle. Látom-e még valamikor, egyszer visszatér-e. Elhitete mindenkivel, nem fáj az már nékem. Azt a hűtlen szőke asszonyt elfeledtem régen. Tagadom a bánatomat, de hiába minden, mert annak, aki egyedül él, boldogsága nincsen. Tagadom a bánatomat, de hiába minden, mert annak, aki egyedül él, boldogsága nincsen. Kicsiny piros mézes kalács, szívet küldtem néked. Tükör van a közepében, benne a te képed. Akaszt fel az ágyat fölé, nézd meg reggel este. Valahányszor belenézel, jussak az eszedbe. Azt a kicsiny tükrös szívet visszaküldted nékem. Azóta fáj az én szívem, bánatos a lelkem. Ha ránézek a kicsiny szívre, kedvem volna sírni. Mert az életet így szív nélkül nem lehet leélni. Ha ránézek a kicsiny szívre,
életet így szív nélkül nem lehet leélni. Megérett a piros alma, le kellene szedni. Ezt a csinos barna kislányt el szeretném venni, de megérem még azt az időt, rózsám, te leszel a párom, hogy én téged öleljelek, én azt alig-alig várom. De kimegyek a vasútállomásra. Jegyet váltok, s felülök a második osztályra. Hát megkérem a kalauzt, hogy engem vigyen el odáig, az én kedves kis angyalom átos kapujáig. De megkérem a kalauzt, hogy engem vigyen el odáig, az én kedves kis angyalom rácsos kapujáig. Köszönöm szépen! Most pedig fogadjuk nagy szeretettel Szolnokról Muszi Ferencnét, itt hagyom a falutokat, fogja nekünk dalolni. Fogadjátok szeretettel, fölkészülnek a szolnoki táncosok. Itt hagyom a falutokat, nem sokára. Elmegyek én te tőletek más hazába. Csillagtalan sötét éjjel megyek hozzád búcsút venni, hogy a könnyem ne lássa meg soha senki. Ha elmegyek, ne mondjatok rosszat rólam. Én a jónak elrontója sose voltam. Te sem vethetsz a szememre egyéb hibát, nagyobb vétket. Csak annyit, hogy szerettelek nagyon téged. Te sem vethetsz a szememre egyéb hibát, nagyobb vétket. Csak annyit, hogy szerettelek nagyon téged. Rozmarinnak csak az a szokása, télen nyáron zöld annak az ága, ha levágják karikára hajlik, a szeretőm ősszel házasodik. Elmondhatom, Istenem, Istenem, gyászba borult az egész életem, nem csak a hajnal, hanem még az ég is, elhagyott a régi szeretőm is, nem csak a hajnal, hanem elhagyott a régi szeretőm is. Köszönöm szépen! Most pedig végül, de nem utolsó sorba, következnek a szolnoki táncos lábú asszonyok. Yeah.
És kitartást kívánok még nekik a következő években, hogy máskor is tudjunk így összejönni együtt. Úgy jött a jó Isten, hogy sokszor találkozunk. Igaz, hogy én nem bírálkoztam neked. Köszönöm szépen mindenkit. Köszönöm szépen a virágot!
előző névtartó nevében és a magam nevében köszönjük szépen ezt a napot, amikor Piroskáik meghívnak bennünket egy ilyen baráti találkozóra, meghallgatjuk más népdalkörök előadását, és nagyon jól érezzük magunkat, és továbbra is nekik is sikereket kívánunk, és minél tovább szervezzék ezt a találkozót. Köszönöm szépen a lősödőjeknek is! Nyugdíjasok nevében szeretném megköszönni a meghívást, szeretettel jöttünk, és kívánunk a dalkörnek nagyon sok szép sikert még a további években. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük a Városi Nyugdíjas Klubnak az ajándékot, és főleg az, hogy eljöttek hozzánk, megtiszteltek bennünket. Nagyon régóta vágyom már a barátságunkra. Köszönjük szépen a Kuszer Mátoniaknak is, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket. Megköszönöm a világ, köszönjük a világ! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon szép csokrot a újságsziaknak. Azért fordultam hátra, mert még ővelük most kezdődik a barátságunk, és nagyon örülünk, hogy így jól érezzük magunkat, együtt meg eljöttek. Köszönöm szépen! Nagyon nagy szeretettel köszönjük mindenkit a 120 névdalkör nevében újságból. Mi most vagyunk itt először, nagyon jól éreztük magunkat, remélem, hogy talán is nagyon jól fogunk érezni magunkat, és kívánjuk, hogy a továbbiakban nagyon sok sikereket legyen még, legalább 30-35-40 évig. Fogadjatok bennünket ilyen nagy szeretettel és egészségben, és nagy szeretettel várunk benneteket a 9-ig a mi találkozónkban. Köszönjük a meghívást! Hát ez, amit mondott a kedves dalosdásom, egy kicsit hosszút mondott meg. Most is nagyon nem jól vagyok, beteg vagyok, de ez nem mondsál a kedveteket, majd én is megpróbálom lelepleszni ezt a betegséget. Köszönjük szépen a gondolósiaknak is, hogy eljöttek, és ilyen szép világot is hoztak. Puszilunk mindenkit! A csapatsűgiek, akikről azt tudom elmondani, hogy talán a legelső, a barátaink voltak, akikhez mindig olyan nagyon szívesen mentünk. Köszönjük nekik, hogy eljöttek, mindent köszönjük, mindent köszönjük. Puszilunk benneteket, érezzétek jól magatokat. Hát azért egy-két nótát megpróbálok elénekelni, majd. Köszönöm, hogy megtaláltad!
A Búzavirág dalkör október 12-ére egy rendezvényt szervezett. Polgármester úr, erről az eseményről, illetve a mezőtúri klubok aktivitásáról mit tudnál mondani a tévénézőknek? Hát éppen a tegnapi napon volt a klubvezetőkkel egy egyeztetésünk, hiszen vannak olyan pályázataink, amelyekből a civil szervezeteinket jelentős mértékben tudjuk támogatni, és van egy olyan pályázatunk is, ahol a klubokat, tehát a jogilag nem bejegyzett, jogilag nem létező klubokat tudunk segíteni. Nagyon intenzív a klub élet mezőtúron, a civil szervezeteink nagyon aktívak. Hát az ilyen aktív egyik tagja ennek a körnek a dalkör, akiknek most a mai napon a vendégük vagyok. Nagyon értékesek ők is a számunkra, hiszen általában népdalok gyűjtésével, előadásával
kedveskednek a közönségnek, nagyon sok városi rendezvényen fellépnek, sőt, ugye vidékre is eljárnak, hiszen itt nekik is nagyon sok vidéki vendégük lesz itt a mai napon, és ugye őket is hívják természetesen, és ők viszonozzák is ezt a kedvességét a mai vendégeknek, hogy ellátogatnak a környező településekre, tehát Mezőtúr jó hírét is viszik ezáltal, és hát az egyetemes magyar kultúrának a szerves részét, a népdalokat ugye adják elő, és ezzel ugye színesítik a helyi kulturális palettát is. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy vannak, és hát Piroska nének, a vezetőjének pedig külön köszönöm, hogy ilyen aktívan fogja össze őket, annak ellenére, hogy bár hát ugye ő sem 20 éves, és mégis látom benne ezt az aktivitást. Nagyon sok 20 éves, 20 éves fiatal megirigyelhetné ezt, és hát nagyon remélem, hogy még hosszú időn keresztül részesei lesznek a mezőtúri kulturális életnek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm nekik a meghívást, és hát ezúton is mindannyiuknak nagyon jó egészséget, és hosszú éveken át tartó, kitartó munkát kívánok. Piroska néni, mit tudna elmondani a Búzavirág dalkör mai rendezvényéről? Hát nagyon boldog vagyok, elsősorban is csak azt mondom, hogy ennyi ember szeret bennünket, idejött Mezőtúra. Hát próbálunk eleget tenni, én azt gondolom, hogy jól megy a munka, meg boldog vagyok, nem tudom, mit mondani. Honnan érkeztek vendégek a mai napra? Honnan érkeztek? Csabacsűd, Szolnok, Cibakháza, Tiszaföldvár, mind sokkor, tizenvalahány helyről. És a Búzavirág dalkör is fellépett ezen a napon. Ez nem volt tervevéve, de úgy gondoltuk, hogy belefér ebédig, akkor csak köszöntsük a vendégeket. Csak az mi lányaink most egy kicsit fáradtak voltak. Nem énekeltünk úgy, mint tudja, ahogy szoktuk. Mi lesz még a mai nap folyamán? Most meg lesz az ebéd, utána tánc, 3 óráig tánc, mulatás, ami belefér, tombola, utána megint, ameddig akarnak tánc, és aztán, hogy 5 óra fele elmennek majd, sajnos.